Hetente mintegy 500 véradóra van szükség szabolcs szatmár megyében, hogy a vérellátás egyenletes legyen. A nyári időszakban még fontosabb az önkéntesek szerepe. Köszöntöm a stúdióban Gurály Edinát, a Magyar Vöröskereszt szabolcs szatmár bereg megyei igazgatóját. Jó estét kívánok. kívánok! A nyári időszakban miért van szükség több vérre? Több vérre nincsen szükség, csak egy okos tervezésre leginkább, ugyanis megkezdődnek a az iskola, amikor véget ér, akkor megkezdődik a nyári szabadságolásoknak az időszaka, ami azt jelenti, hogy mindenki a jól megérdemelt pihenését tölti a nyári időszakban, így azok a víradók, akik egyébként önként, lelkesen és akár hívás nélkül is elmennek, amikor letelik az 56 nap, és részt vesznek a különböző helyeken szervezett, különböző helyszíneken szervezett véradásokon. Ilyenkor, mivel nincsenek a településükön, vagy pedig most erre nem szeretnének időt fordítani, elmaradnak ezekről a véradásokról. Másrészt a nyári időszakban egyrészt a hőség miatt szoktak elmaradni a véradók, illetve a nyári munkálatok miatt szoktak elmaradni a véradók, hiszen már most ezen a héten is, vagy a múlt héten már megkezdődtek például a. Beregi térségben az uborka palántázás, és akkor, amikor a, a viradónak más elfoglaltsága van, akkor, akkor nem ezt helyezi prioritásba. Tehát ilyenkor nyáron mindig föl szoktuk erre hívni a figyelmet, hogy azok, akik járnak vért adni, vagy akik nem, akkor most itt az idő, hogy elköteleződjenek egy nagyon nemes cél mellett, hogy a vérükkel segítsék a gyógyulni váró embertársaikat. Mit jelent ez a plusz feladat a Vöröskereszt dolgozóinak és önkénteseinek? Ez részben abból a szempontból jelent nekünk plusz feladatot, hogy számolnunk kell azzal, hogy minden nyáron lesz donor elmaradás, tehát úgy kell terveznünk a nyarat, hogy az ezeket a, a donorokat, akik egyébként el szoktak jönni, valamilyen módon pótoljuk. Ilyenkor plusz véradásokat szoktunk, hétvégi véradásokat szoktunk beiktatni, részt veszünk különböző fesztivárokon, rendezvényeken, amihez ez a mozgalom jól kapcsolható, és tulajdonképpen így, így szoktuk megoldani ezt, illetve nyári kampányok indulnak el, ami országos szinten szokott megvalósulni. Én azt gondolom, hogy ez az idén is el fog indulni, tehát a startpisztoly szerintem már rajtra kész, és próbáljuk ezzel is fölhívni egyrészt magára a véradó mozgalomra a figyelmet, más pedig, másrészt pedig szimpatikusság kedvezővé tenni. Ez egy óriási társadalmi felelősség, ugyanis addig, amíg valamilyen közeli hozzátartozónak, ismerősnek nincsen szüksége vére, az egészséges emberek egy jelentős része nem ismeri fel annak fontosságát, hogy a vér az jelenleg vérrel pótolható, tehát semmi mással nem. És akkor, amikor valakinek nincsen hozzátartozója, hogy olyankor segítsen, azokon az embereken is végre kell hajtani sürgős műtéteket, akár életmentő, vagy csak vérigényel járó műtéteket, tehát minden gyógyulni vágyónak ezt biztosítani kell. Az lenne a jó, hogyha ez mindenféle felhívás nélkül ö, megtörténne, hogy az, aki adhat vért, elmenjen és jelen legyen ezeken a véradó eseményeken, Mennyire kaphatók erre a fiatalok? Mennyire tud ö, ö, folyamatosan a létszám ö, akár emelkedni is, vagy legalábbis szinten maradni, hiszen azért egy bizonyos kor után már nyilván a véradási kedv nem is a kedv kérdése, hanem egyszerűen már lehetetlenné válik a véradás. Azokkal a véradókkal, akik ö, hosszú évek óta véradóink, tényleg 20-30 éves ö, múlt van mögöttük, általában amikor elérnek abba a korba, hogy már nem adhatnak vért, pedig még szeretnének, nagyon rosszul szokták megélni. Én azt gondolom, hogy az ő elköteleződésük és segíteni akarásuk példaértékű. Ö, én a magam részéről nem vagyok kétségbeesett akkor, amikor a fiatalokra nézek, ugyanis ők is el szoktak jönni a véradásainkra, illetve mi szervezzük is az iskolai véradásokat. Nagyon sokszor ilyenkor a tűfúbiára, meg félek a véradástól, meg a vérlátványától. Én azt gondolom, hogy ezt mindenkinek egy picit a fejében, a lelkében kell a helyére tenni a fiataloknak is, illetve nekünk aktív korúaknak kell előjárnunk jó példával, hogy aki tud, akkor az menjen el, és ez ne szeretnék vagy nem szeretnék vért adni kérdése legyen, hanem valamiféle kötelesség, hiszen vért az is adhat, aki mást nem, tehát akinek nincsen módjában az, hogy akár az idejéből, akár a pénzéből, vagy bármiből elköteleződjön egy-egy nemes cél mellett, a véradással tud segíteni. Mennyire aktívak a Szabolcs megyei emberek más megyékhez képest, mi hogyan állunk véradók számában? A viradóink száma az csökkent az elmúlt években, egyrészt a megye egészségi állapotának köszönhető, főleg kis településeken találkozunk azzal, hogy elmennek a viradóink, de nagyon magas a kiszűrteknek a száma, tehát olyan betegségek Alakulnak ki náluk, vagy olyan gyógyszereket szednek, ami mellett már vért nem lehet adni. A nyári időszaknak még egy kritikus pontja az allergia szezon szokott lenni, ugyanis akkor az allergia gyógyszerek szedése miatt sokan maradnak távol a véradástól. Főleg a városokban volna fontos, hogy minél többen bekapcsolódjanak, ott talán az egészségi állapot is egy picit jobb mutatókat produkál. Mennyire van lehetősége a Vöröskeresztnek hirdetni, hogy mikor, hol van véradás, hová mehetnek az emberek egyáltalán erre a fajta propagandára, mennyi energiát tud fektetni a Vöröskereszt? Nagyon jó lenne, hogyha lenne egy olyan munkatársunk, akinek semmi más feladata nincsen, csak az, hogy a különböző programjainkról hírt agyon, és ezt hírelje. Mivel ilyen főállású munkatársunk nincs, viszont nagyon jó a média kapcsolata a keresztnek, és én ezért nagyon hálás vagyok, hogy egyrészt nagyon sok helyen meg tudunk jelenni, és a nagyobb viradásainkon mindig van hír, amikor meg tudunk jelenni, és, és eljut a, a lakossághoz különböző formában. Egyrészt a honlapunkon meghirdetjük, illetve a viradás.hu weboldalon folyamatosan ott van az egész országban, le tudja keresni, bárki, hogy a lakóhelyéhez közel, vagy a nyaralóhelyéhez közel, hol van olyan véradás, ahova be tud kapcsolódni. Mi folyamatosan hirdetjük ezeket a véradásokat, mind a saját felületeinken, mind pedig olyan felületeken, ahol meg tudunk jelenni. Gura Edina, sikeres munkát kívánok a nyáron is, és Köszönjük jó ünneplést, szépen. hiszen holnap lesz a Magyar világ, illetve a Nemzetközi a Vörös kereszt, Vörös -Kereszt világnapja. világnapja. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm a lehetőséget.